Híres nevezetes tiszai partfürdő májustól szeptemberig a szegedi ős és a vendégek nagy játszótere. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják Szegedében. Szegeden nincs már boszorkány. Jó, mondd, amit szoktál mondani. Uram és hölgyeim és uraim, rögzítésen indulok. Köszönjük szépen. A többes szám miatt egy kicsit most elbizonytalanodtam, de hát annyi baj legyen. Nagyon szépen köszönjük a szokásos fölkonferálást Péternek. Itt vagyunk a Szeged Podcastben. Éva néni csókolom. Nagyon örülünk, hogy ma is néz minket, és ezt nem tudjuk eléggé megköszönni. Éva néni, azt tudod, hogy kicsoda? Nem tudom, de hálás lennék. Akkor már mindjárt elmondom. Farkas Judit kolléganőm helyettesíti Gedzót, aki, bevallom, elfelejtettem, hogy hol van. Tehát, de majd a jövő héten úgyis elmondja, hogy hol van. Az biztos, hogy nem itt van, de ide egy kicsit kirakjuk, és akkor megnézzük őt. Hát ő nem olyan szép, mint a tyúk. Kérjük a tyúkot is, Péter, hogy azt is megnézhessük. Hát, se Gedzó, se tyúk. De. A tyúk az a, akkor kezdem ezzel, az a, minden nap ugyanaz a kép egy tyúkról nevű Facebook csoportból van kivéve. Ó, én ezt nem ismerem, én a Zámbó Árpisat ismerem, az a minden nap egy dohányzó kép Zámbó Árpiról. Nem, az egészségvédelem miatt a dohányzó Zámbó Árpáddal nem foglalkozunk, de javaslom, hogy csatlakozzál, a minden nap ugyanaz a kép egy tyúkról Facebook csoporthoz, megváltozik az életed. Ez lesz az első dolgom, amikor vége lesz a podcastnek. Nagyon jó. Örülök akkor neki. És akkor Éva néni, még ez szerintem még tavalyi, biztos, hogy tavalyi sztori, csak arra nem emlékszem, hogy tavaly előtti-e. A lényeg az, hogy amikor Új-Szegeden volt ott a Szeged múzsájának a felfestése az úszoda melletti IKV-s 10 emeletes sorházra, ott így vártunk a sajtótájékoztatóra, hogy akkor kezdődjön már, és a többi. És akkor Éva néni, akiről még akkor nem tudtam, hogy Éva néninek hívják, így odalépett hozzám, hogy így én magát szoktam látni a tévébe, a Szeged Podcastbe, és hogy milyen aranyosak meg. Szóval így megdicsért, és teljesen el voltam olvadva tőle, és azóta így minden adásban így külön köszönünk neki, köszöntjük őt, és azóta így, hát nem azt mondom, hogy rendszeresen, de azért szoktunk így találkozni. Tehát így összefutottunk már itt-ott a városban, továbbra is nagyon aranyos, és továbbra is néz minket, úgyhogy így minden adás előtt így külön köszöntjük. Hát akkor én is üdvözlöm Éva nénit. Jól van. És reméljük, hogy hallgat minket. Megnéz is, mert hogy a televízióban is benne vagyunk, nem csak ebben a monitorban, ami itt van előttünk, és azt egyébként sose látja senki, de egyszer majd meg fogjuk mutatni. Szóval tényleg szeretettel köszöntünk akkor mindenkit, és akkor ami biztos, és biztosan fogunk beszélni a mai adásban arról, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az mi mindennel foglalatoskodik így a nyáron, mert jellemzően ugye azt szoktuk ilyenkor, hogy mondjam, belőlük látni, hogy írtó módon fűnyíróznak mindenhol, de azért nem csak erről van szó, nem csak ez a munkájuk. Makrai Lászlóval nem sokára megbeszéljük, hogy mi mindennel foglalatoskodnak ők így egyébként. Tehát mi az a munka, amit így nyáron rendületlenül és elnyedetlenül el kell végezniük, illetve egy kicsit beszélünk biztosan a szőregi rózsaünnepről, ami most ugye a hétvégén lesz, június 28-ától 30-áig, meg egy kicsit labdarúgó Európa-bajnokságozunk, már csak azért is, mert ugye eldőlt, hogy a magyar válogatott bármennyire is szeretett volna tovább jutni, ez nem sikerült neki, úgyhogy erről is lesz majd egy kicsi szó. Meg hát, ami még így adódik majd. Valami gond van? Nem. Nem. Jó, oké. Okay. Minden rendben. Nagyon jó, rendben, oké is. No, tehát körülbelül ezekkel készülünk, és akkor telefonálunk is gyorsan Makrai Lászlónak. Ehhez egy kicsit ízörgök most szokás szerint.
Mindig ez a legjobb része a műsornak. Halló, halló! Garai Szakás László és Falkas Judit üdvözöl a Szeged Podcastben. Szevasz! Szevasztok! Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz, és itt vagy velünk. No, hát a nyári vakáció az kitört, de ti azért nem vakációztok, sőt. Nem tetszik. Mindenféle fontos, a város szépítés szempontjából fontos dolgot most kezdtek csak igazán csinálni. Vegyük ezeket sorra, mi mindennel kell így foglalatoskodnotok a nyáron, túl azon, hogy a füvet kell nyírni, ami természetesen nem egy kis munka, sőt. Igen, mi lényegében rutinszerűen évszakról évszakra hasonló munkákat végzünk. Ez változhat nyilván, hogyha változik az időjárás. Most kicsit azért, nem is kicsit, mondjuk egy 3-4 héttel korábban kezdődött meg a tavasz, vagy inkább a nyár. Én a tavasztán elmaradt érdeklődés hiányában, vagy inkább a tél is elmaradt, illetve a 4 éve a tél az januárban elején kezdődött, mondjuk új évvel, és január 31-én zárult. Utána februárban az elkezdődött a tavasz. És hát ugye ez mérjük mindig a munkáinkat, és hát el is kezdtük a március elején már a fűnyírást, mert már ugye a februári fölmelegedések az március már meg tudták indítani a fűnövekedését. Tehát lényegében a jelenlegi munkáink fűnyírás tekintetében már lecsengő ütemben vannak. Nem is akarjuk annyira már golfpály minőségére vagy hosszúságúra visszanyírni a gyepeket, mert úgy tapasztaljuk, hogy jobban kifárad a talaj, hogyha nem hagyunk egy ilyen puffer zónát, ami a gyep zónát érinti, és hát hagyjuk inkább ezzel együtt a virágzó kétszikűeket is helyzetbe hozzuk, tehát nem nyírjuk vissza, és hát nyilván ezzel a megporzókat is segítjük. Tehát visszafogjuk most már a fűnyírást, és hagyjuk a gyepénket. Ott a fontos, tehát mondjuk toklász, egérbuza és egyszikű társaik vannak, ott nyilván megtesszük, de most már visszábeszünk, de ettől függetlenül 2-3 fűnyírógép még kis traktorra dolgozik, és a kollégák is a frekventált helyeket nyírják. De ettől függetlenül szeretnénk átállni a nyugati trendek szerint azokra a lépésekre, hogy meghagyjunk foltokat virágozni, azzal együtt, hogy lenyírunk foltokat, ahol mondjuk lehet tevékenységet végezni, ott, ahol az rövidebbre hagyott, rövidebb vágott gyepek és magasabb virágzó réteg komplexitását próbáljuk meghagyni. Ott, ahol nyilván felesleges, mert nem fog senki menni mondjuk egy nagy körútnak a szélére kutyát sétáltatni, vagy kivonulni, piknikezni, ott azt gondolom, hogy felesleges boka alá nyírni egy gyepet. Ott viszont, ahol nyilván lakótelepi nagyobb zöldfeletek vannak, ott meghagyunk foltokat, és viszont nagyobb foltokban pedig visszanyírjuk a gyepet, hogy lehessen használni a területeket. Ezzel együtt locsolunk ezerrel. Ezek az esők jól jönnek, de valójában ugye azt a több méteres, vagy egyesek szerint 10 méter, mások szerint másfél méteres a talajvíz csökkenése. Ezt megérzik a fák, megérzik az évelők, megérzik az egynyári növények is, tehát locsolunk mind automat öntözőrendszerre, ugye ez nagyon kevés helyen van, általában a dísztereinken van, leginkább ugye a belvárosban. Máshol vízkonnektorok vannak, és ezt az automat öntözőrendszert kiegészítjük kézilocsolással, slagról. A harmadrészt pedig gépekkel, vajtos kocsikkal visszük oda a vizet, ahol szükséges, például a 3 évnél fiatalabb csemetékhez, ott, ahol most 3000-nyi öntöző zsák van kihelyezve, és körülbelül 80 litert egy 5 óra alatt tudják kicsöpögtetni
perforált hasukon a fák tövéhez, vagy a csemeték tövéhez. Ezeket kell napi szinten tölteni. Van egy 5-6 ilyen lajtos kocsink a 1 köbmétertől 8 köbméterig, és ezeket visszük oda. Sajnos robban a motorra, ivóvizet viszünk ezekbe, a ivóvíz minőséget viszünk ezekbe. Azt szerettem volna megtudni már régóta, hogy az utóbbi években ugye lehet tapasztalni ezt, amiről most szó esett, hogy rövidebb telek, perzselőbb urak, aszályok. Mennyivel növelte ez meg a környezetgazdálkodás munkáját? Hát jelentősen, mert egyrészt át kell állnunk, több mint 10 év által kezdtünk átállni a klíma tűrőbb, a szárazságtűrőbb fafajoknak az ültetésére, és évelők ültetésére. Ugyanakkor ezzel együtt pedig át kell állnunk arra is, hogy öntözünk, és 3 évig legalább kell öntözünk egy csemetét. Ez korábbi időszakban nem volt így. Egyszerűbb volt abban az évben, mikor ültetésre került azon a őszön tavaszon a növény, és abban az évben még öntözni, utána megeredt, és szépen a gyökerei túlélték a kiemelést, elkezdtek gyarapodni, és utána már a lomb is tudott ehhez alkalmazkodni, és a kettő harmóniában aztán megmaradt a csemete. Hát ez most nincs így. Egyrészt a szegedi viszonyok sajnos a töltött talajokat, tehát később föltöltéseknek a nyomát sajnos viselik. A felszín gyakran sittel, vagy a nagy árvíznek a épület maradványaival van elzárva. Ez szinte alkalmatlan a fáknak a telepítésére. Tapasztaljuk sok helyen, hogy vízzáró réteg, több méteres agyag vagy vályog vízzáró rétegek vannak, amiket nehéz áttörni egy gyökérnek is. Mi is csak át tudjuk fúrni. Meg hát tapasztalunk olyanokat is, hogy korábbi rekonstrukcióknak a nyomában, nyomai, például a Szent István tér, ott maradt a hajdani aszfalt burkolat, és a kivitelező nem bontotta el. És hát ott beleütközünk, ugye nem csak mi, leginkább mi is, leginkább szerencsétlen fák ütköznek bele, és hát csodálkozunk rajta, hogy nem akar az Istennek se növekedni. Hát persze, hogy nem ott van 40 centi, mondjuk egy régi parkoló. Gyökerei meg onnantól kezdve nem kapnak semmit egy idő után. Semmi is, befullad, hiába öntözök fölülről, ugye még rosszabb, mert se tud szivárogni a vízőt, befullad a gyökér, vagy éppen kiszárad. A másik az, amit szerintem nehéz lehetett megértetni a lakossággal, már például nekem egy szomszédom példáján is látom, hogy ugye nem kell arra nyírni a füves részeket. Tehát ez is az utóbbi évek hozadéka, hogy egyszerűen a nagyon rövidre nyírt fű, ami régen megszokott volt, az most kiég 2 hét alatt. Ez így van, és hozzá kéne szoktunk ahhoz, hogy vannak olyan részek, amik használhatóvá, tehát mondjuk piknik területek is vannak olyan részek, amik rétként funkcionálnak, jobban is tartja a vizet, meg borzókat is segítünk, és hát ne gondoljuk azt, hogy itt az a ugye most 3 millió négyzetmétert nyírunk, most vagyunk már benne a negyedik körben, tehát március elején közepén kezdtük, és most vagyunk benne a negyedik körben. Nyilván most már szárazodik minden, de azok az esők még azért nem sápítják be a gyerteket, de mi most visszafogjuk ezt, és egyeztet a másolatéssel, tehát foltokban lesznek későbbiekben nyírt, illetve kissé elnőtt, és a kétszikőeknek kedvező mozaikok. Beszéljünk egy kicsit, térjünk vissza egy kicsit a locsolásra, az öntözésre. Itt, hány köbméter vizet használtok el egy nap, illetve mondtad, hogy ivóvízzel locsoltok jellemzően, hogy arra van-e bármilyen lehetőségetek, hogy így gyűjtsétek akár az esővizet, vagy azt a fajta, ez egy hülyeség, hogy szennyvíz, mert nyilván nem erről van szó, de tehát, hogy olyan vizet, amit nem feltétlenül ivóvízként használunk, tehát ilyen lehetőségeitek vannak-e, és ezt fel tudjátok-e használni, hogyha igen? Körbeálltok a témát az utóbbi években, hogy ne használjunk ugye a kezelt jó minőségű ivóvizet. Sajnos a jelenlegi technológiánk arra vonatkozik, hogyha egy lajtos kocsit meg akarunk tölteni, mondjuk egy munkaidőn belül legalább 3-szor,
vagy négyszer, hogy ki tudjon menni a munka a területre, és tudjon locsolni, tudjon megtölteni öntöző zsákokat, ahhoz nagy nyomású víz kell nagy átmérőben egy bizonyos ponton. Amivel az autókban nincsen önálló szivattyú, ezért a hálózati víznek a nyomását használjuk föl erre. Ha ez nincs, akkor egy nagyon több óra hosszanyi kis teljesítményi szivattyúról lehetne mondjuk tölteni. Na, itt jön az a részt, hogy honnan is töltsünk, ugye. Fölmerült a Tisza vagy a Maros kérdése. Nem tudunk leállni egy 3-4 tonnás géppel olyan partszakaszra, ahol, mint mondtam, ha lenne is szivattyú, nem tudunk leállni. A gépnek nincsen saját nagy teljesítményi szivattyúja, emiatt ezeket nem tudjuk megtölteni. A vízmű pedig nem tud nekünk nyers vizet biztosítani, semmilyen áron, mert nincs kiépítve a hálózata ehhez, hogy mondjuk nyers kútvízből tudjuk tölteni a bármilyen is olcsóbb van egyébként, tehát a kezelés nélküli víz. A jelenlegi technológiánk nem alkalmas rá, és egyébként pedig van bizonyos polgárvédelmi jelentőség is annak, hogy ivóvízzel töltjük a tartályokat, mert van polgárvédelmi célú lajtos kocsi felhasználás is, illetve ennek a készenlétben tartása. Ez azt jelenti, hogy amikor ilyen nagyon nagy hőség van, akkor gyakorlatilag ezekből a lajtos kocsikból adott esetben, akkor tényleg a lakosságnak is ivóvizet tudtuk akkor biztosítani. Egy autó, így van, az autók egy része, a lajtos kocsik egy része föl van tartva ilyen szivakra, és hogyha szükséges, hogy valamiféle ellátási problémák kerülnek fel. Oké, és beszéljünk egy kicsit arról is, ez is, hogy mondjam, ilyen örök téma szokott lenni a városnak a takarításáról, ami hát, nyáron is ugye legalább annyira fontos, mint gyakorlatilag az összes többi évszakban. Ilyenkor, amikor tényleg így bejönnek ezek a parkgondozási munkák, locsolások, fűnyírások és a többi, akkor ezek a munkákat, ezeket mennyire nehéz, ha lehet mondani, összeszervezni, egyeztetni, vagy ezt így igyekeztek azért mindig a lehetőségekhez képest mindenhogyan jól megtenni? Ugye van 80 fő fizikai állományunk, aki a kézimunkát elvégzi, ez általában a fű keresztmetszet. Mert a parkok gondozását, a ágyások gondozását, gazolását, gyomtanítását ugye nem lehet másképp ellátni, ugye ezek a kifejezetten kiemelt területek. És van egy gépjármű állományunk, ami nagy, tehát ez egy százas állomány, száz darabos állomány, ami van ugye a kis útseprőgéptől a 20 tonnás, 8-10 köbméteres lajtos kocsig, és a rakodógépek, fűkaszák és mindenféle háttér állományunk. Ezek nyilvánvalóan megvannak külön a gépjárművezetők, a megfelelő szakosított jogosítványaikkal, amik teljesen függetlenül dolgoznak egymástól. Ezekről egy saját logisztikai, a közterületi logisztikai vezetőség dönt, hajnalban értel a nap heti programok szerint, hogy hogyan lesznek vezényelve. Tehát még a négy részleg, a négy közterületes részleg vezetői igénylik le ezeket a gépeket, és a logisztika pedig a sofőrrel együtt kiuttatja a gépet műhely háttérrel a megfelelő helyszínekre, ott a problémák vannak, és ennek van nappali és van éjszakai állománya is. Én rakpartra lennék kíváncsi, ami mindig egy ilyen kardinális pont szokott lenni, hogy idén is ugyanazt lehetett tapasztalni, mint az elmúlt években, hogy gyakorlatilag szemétlerakót hagynak maguk utána az éjszaka ott bulizók. Hát ugye a rakpart egy vigalmi negyed lett, az ott parkoló autók, motorosok és most már ott a helyi lakosok szerint egy olyan 5-600 fő ott fiatalok, akik jármű nélkülek mondjuk, ott mulatnak. Őket ellátja a 2-3 italdiszkont, ami 24 órás, illetve ellátja a 2-3 étteremhálózat, gyors étteremhálózat
anyaggal, amit általában a jobbak a 50 méterenként meglévő kukákban, a rosszabbak, a többség sajnos pedig ugye a helyben hagy, ott ahol ült. Tehát ezeket kell nekünk minden nap, tehát hétfőtől vasárnapig begyűjtenünk az egész akvár területén, üvegcseréppel együtt és pizzás dobozokkal együtt. Ebben segítünk az SKT-nek, és ugye, ami a parkolózónát üzemelteti, tehát nekik is dolgozunk ezzel együtt. Az alsó lépcső sor viszont már a vízügyé, tehát járdán túltevet már a vízügyi, ők felelősek érte. Ez egy több tonnányi, napi több tonnányi oldékot gyűjtünk be az éjszakai barbétolások után. Hát és gondolom lenne közben a 80 fős állomány egy részének más dolga is, mint hogy ez gyűjtögesse be. Hát így van, általában ez 5-8 ember végzi, ugye szombat-vasárnap is valamit csinálniuk, lehetne városnak más részeire fordítani, többet gazolni, többet ültetni, több tesztát gondozni, és hát ezeket sajnos el kell rászállnunk, ezt az energiát és a munkaerőt. Még egy dolgot akarok kérdezni, ha már így a rakpart szóba került, aztán nem tartunk föl tovább. A Stefániával kapcsolatosan, ami ugye ott van gyakorlatilag a rakpart szomszédságában, ott elég sokat küzdöttetek ezzel a bizonyos automata öntözőrendszerrel, pont azért, mert hogy mondjam, a Vigalmi negyednek az akció rádiusza az kiterjedt a Stefániára is, ahol az volt a népi játék egyeseknek, hogy amint hajnalban elkezdődött a locsolás, akkor egy kicsit, hogy mondjam, közelebbről is megvizsgálták ezeket a locsoló berendezéseket, és jellemzően tönkretették. Ezzel kapcsolatosan lehet-e, hogy mondjam, bármilyen változás, előrelépés, vagy csak így reménykedni tudtok abban évről évre, hogy most talán kevesebb ilyen automata locsolófejet kell cserélni, és egy kicsit így, ha lehet így mondani, megúszátok a szokásos rongálásokat? Hát az igazság, hogy mivel semmilyen segítséget nem kapunk sem a városi rendőrségtől, a közterfegyelettől, sem pedig a helyi rendőri szolgálattól vagy rendőrségtől, ezért visszavonulót kellett fújjunk, és szombat vasárnap nem öntözünk, le van kapcsolva a rendszer, hát ezt nyilván meg is érzi majd a park, de nem tudjuk már azt a tömegű rongálást bírni anyagiakkal, meg embererővel a rekonstrukcióját, hogy ezt viseljük. Emiatt szombaton és vasárnap nincs öntöző rendszer, a ciklus időket kikapcsoltuk, és ilyenkor sajnos a fáknak gyertnek szomjaznia kell, ami hát nyilván ebben a végasszályban, már most is ugye 35 fokokban sajnos rosszul fog jönni, de nem volt kaptunk segítséget ebben, és nem is tudjuk ezt anyagiakkal már fedezni. Hát ez egy elég szomorú történet. Igen, és általában sajnos így vagyunk, város szerte például hajléktalanokkal, akik mögé, ugye van egy 10 fő, aki az egész várost lefedi, ugye a Dugonyics tér, Széchenyi tér között, a Kálmárián sugárúton, ebben sajnos szintén nem nehezen tudunk órá lenni rajta, mert minden embernek a 24 órában nem tudunk mögé állítani két takarító személyzetet, sajnos ebben a nehéz dolga van a rendőrségnek is, mert itt már ugye fölmerülnek, ugye gyámügyi kérdések, mert ezek az emberek általában nem mindig beszámíthatóak, és miatt nem lehet őket a felelősségre vonni. Sajnos ez probléma, mert ha nem lehet felelősségre vonni, akkor a saját tetteikért sem lehet felelősségre vonást tenni. Emiatt ugye eltűrjük azt, amit ők a közterületen tesznek, és kénytelen mindenki, ugye a többség, ennek a 10 főnek a nyomát átélni, és az ő tettei következményeit nap mint nap látni. Hát, hogy mondjam, akkor maradjunk annyiba, hogy minél kevesebb ilyen munkátok legyen, és hogy tényleg azzal tudjatok foglalkozni, ami így tényleg, hogy mondjam, fontos és hasznos a városnak. Persze ez egy, hogy mondjam, tényleg ilyen romantikus jókívánság, és semmi több, mert hát, hogy mondjam, mindhárman tisztában vagyunk vele, hogy akár a rakparton, akár az említett személyekkel kapcsolatosan sajnos ezek ilyen visszatérő dolgok, és tehát tényleg ilyen klasszikus
Sziszifuszi munka. Igen, csak... Igen, mondja. Fura, hogy erre nincs meg, nem lehet találni egy jó megoldást erre a témára, tehát mindenre van megoldás, mindenképpen ki lehet alakítani, csak ugye együtt kéne működni mondjuk a különböző hatóságoknak, és ha ezt a rendőrség nem tud fellépni, akkor kéne egy másik hatóság, vagy más hivatal, akivel együtt ezeket az ügyeket komplexen meg lehet oldani. Hát a tudomány sem úgy alakul ebben az időszakban, hogy egyes tudományok haladnak, például a fizika, a kémia, hanem vannak olyan határtudományok, amik ugye együtt érnek eredményeket, és a legtöbb Nobel-díj már ebből származik. Hasonlóképpen kéne eljárni mondjuk hatóságoknak is, hogy nem csak egy-egy hatóság ül a elefántcsontoronyban, hanem mondjuk összefog egy másikkal, és ne hagyj Isten, a kettő alakít ki mondjuk egy helyes gyakorlatot. Hát akkor... Utána a társadalom nyilván, mert ennek súlyos kockázatai vannak ennek az egésznek. Hát akkor bízunk benne, hogy mondjam, Klaus Ferenc munkássága mondjuk eképpen is hat azokra, akikre hatnia kell. Kívánom akkor ezt is, hogy így legyen. Köszönöm szépen. És hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Makrai Lászlót hallották a Szeged Podcastben. Köszönjük szépen még egyszer a koi rendelkezésünkre. Én is köszönöm a lehetőséget. És akkor további jó munkát. Köszönöm neked. Szépen. Okay, köszönöm a lehetőséget. Szia. Szép napot. Sikerült eltalálnom a jó effekt gombot, úgyhogy nem az. Ez mindig a Gedzóra hárul. Na, ezt keresem. Szóval harmadikra csak sikerült eltalálni a tapsot, de hát mindegy. Pedig már megjegyezhettem volna, annyit ülök itt mellette, hogy melyiket és hogyan nyomja, de valahogy ezeket mindig sikerül elfelejteni. Ide, hogy jobb, mintha én csinálnám, mert nekem aztán végképp halvány fogalmam. Mindegy, figyelj csak, itt van... Random, megnyomjak egyet? Itt van 8 gomb, próbáld ki. Na jó, ezt fogom. Oké. Okay. És már is kim vagyunk a réten. Ez nagyon cuki, ez a kertem. Ja, hogy a kertedben is ilyen hangok vannak? Fú, mindenféle madár, most van kiskubik is például valamelyik fenn. Na, az hogy költözött oda? Hát az úgy szokott menni, hogy ezek fészek, tehát amikor a kismadár már elég nagyra megnő, akkor az így szétmászkál a fán. És ő nem megy haza vacsorázni, hanem amikor rájön, hogy ő éhes, akkor elkezd visítani, hogy szíveskedjenek a szülők járulni elébe a vacsorával. És ezt a kis sipító hangot lehet hallani, és nagyon vicces, mert... Még egy jó barátom nagymamája lakott, talán makkos házán ott a panelos körzetben, és ott például valamelyik évben konkrét parát váltott ki a hangja a kisbagóinak, és hogy a titokzatos panelmadárról szóltak ott a történetek, hogy úristen, mi lehet ez? Hát ez a kis sipító hang, ez bagoly. Meg denevér is egyébként nagyon jó hangot tud kiadni, amikor olyan helyen megy, ahol ugye sok az akadály, és akkor ott össze-vissza cicceg, az is nagyon vicces. Na tessék. És akkor mi minden van még így? Beszéljünk egy kicsit erről, mert rendszeresen írsz mindenféle tök jó szövegeket a kertedről a szeged.hu-ra. Egy kicsit azt gondolom ilyenkor, hogy valójában egy hatalmas réten éltek, de hát nyilván nem erről van szó. Mi vagyunk a kúflik igazából, tudod? Ja, nagyon jó. Én mindig fityírc akartam lenni egyébként. Nem tudom, vannak itt a... kedves nézőknek, hallgatóknak kedvenc kufliai, nekem van. Értem. Jó, akkor én meg leszek pofánka akkor. Nagyon cuki. Jó. Jó, a Kövér Béla Bábszínháznak az előadásáról van szó, amit azt hiszem a tavalyi évadban mutattak be, hogyha jól emlékszem, és mindenféle tényleg írtó vicces, aranyos cuki bábokat is csináltak hozzá, úgyhogy akkor... Akkor egyébként is sikerült bábot választanunk. Na, egyébként a rét meg nem áll messze a történettől, mert itt ennek a nagyobb hátsó udvarnak csak egy része az én kis kertem. Amúgy ez egy ilyen, hát nem is azt mondom, hogy füves, hanem egy ilyen növényes terület, és igazából le van írva mindenféle növény, amiben fű is van, meg más is, és úgy néz ki, mintha gyepesítve lenne. És van egy sarok, ami meg az enyém, de ott milyen fűszernövények vannak, levendula, füge, mindenféle évelő, meg egynyári virágok. És az a jó benne, hogy mindig, tehát hogy annyiféle jószágot vonz oda, hogy mindig van mit nézni. Tehát vagy azt nézed, hogy jaj, de szépen kinyílt a virág, vagy azt, hogy milyen idióta jószág próbálkozik éppen rajta valamit elérni így a világban, és tényleg nagyon vicces lények kerülnek elő.
Na, hát szuper. Úgyhogy mindenkinek irány a természet, akár otthon is, csak tényleg figyelni kell és észre kell venni a dolgokat, amik így tényleg körülöttünk vannak. Egyébként ez az, hogy az ember, tehát hogy az emberek egy része marhára nem figyel, az szerintem annak is köszönhető, hogy kevesen járnak például gyalog. Mert ha az ember húzamosabb ideig jár gyalog, akkor annyi mindent megtalál, ami körülötte van. És azt, hogyha... Tehát ugye sokaknak az a gyaloglás, hogyha nagy ritkán eljut kirándulni, és akkor megy egy kört az erdőbe, de azt, hogy az ő környezetében növénybe, állatba, helytörténeti értékekbe, akármikben mi van, arról halvány fogalma sincsen. És ez szerintem például tök szomorú, tehát hogy én így nem tudom belevenném valahogy a tananyagba, vagy nem tudom, hogy így járják körbe a várost, meg legyenek ilyen gyaloglós projektek, meg hát nagyon egészséges is, és meg tudjuk látni tényleg. Jó, meg akkor gyorsan betiltjuk a belgának a Gyaloglás vége című dalát is. Jaj, akkor... de azt nagyon szeretem, azt ne tiltsuk be, úgy nincs jogsim, úgy szeretem. Jó, egyébként én is nagyon szeretem, úgyhogy hogy 17 éves korom óta van jogsim. Na mindegy. Akkor, hogyha már így kigép... Nem bírtam kimondani, kigépkocsiztuk magunkat, de még mindig vagyunk így egy kicsit a természetben. Akkor beszéljünk egy kicsit a Szőregi Rózsa ünnepről, ami gyakorlatilag ezen a hétvégén van, most 24. alkalommal rendezik meg Szőregen a pályatéren. És hát ugye a többségünknek ez a Rózsa ünnep, ez arról a bizonyos látványos fölvonulásról szól, amikor végigmennek tényleg Szőreg utcáin, és szórják a rózsaszirmokat különböző kocsikról a rózsatermelők. Te hát mikor... Elég látványos díszítések vannak. Igen, ezen szerintem sokan pörögnek, meg néha nagyon vicces installációk is előfordulnak. Igen, így van. Azt akartam kérdezni, mikor voltál először ilyen rózsa ünnepen? Mi volt az, ami így először megmaradt belőle? Hát én szerintem újságíróként voltam valamikor, de nekem is a felvonulás, viszont utána meg nagyon sokszor nem voltam, de a programot azért jellemzően szoktam látni, mert hogy van, hogy én is rakok fel programajánlót, meg amúgy is érdekel, hogy mik férnek bele egy ilyen rendezvénybe, és én azt látom egyébként, hogy ennek van egy nagyon aranyos ismeretterjesztő része is. Így a Szőregi Rózsával kapcsolatban, ami meg még, hát mégiscsak hungarikum, tehát azért érdemes annyit tudni róla, amennyit csak lehet. Így van, úgyhogy tényleg mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy ezen a hétvégén menjen ki Szőregre, és nézzen szét egy kicsit így rózsaünnepileg, ha lehet mondani a városrészben. Nagyon készülnek, és tényleg nem csak a rózsafelvonulás a fontos, hanem bizony vannak ott mindenféle egyéb olyan programok, amik így, ha lehet mondani, kapcsolódó rendezvények, de mégis így a rózsákról szólnak. Úgyhogy péntektől tényleg szombat vasárnapon át nézzenek szét egy kicsit Szőregen, tényleg érdemes kimenni a Rózsa Fesztiválra, mert tényleg nagyon látványos rendezvény évről évre. Meg hát, ha már egyszer van egy hungarikumunk itt, így van. Gyakorlatilag Szeged mellett, Szeged külterületén, akkor szerintem érdemes kihasználni a lehetőséget és jobban megismerni. Pontosan, pontosan. És akkor, hogyha már egy hungarikumról volt szó, ugyan nem hungarikum, de most ezekben a hetekben akár eljuthatunk odáig, hogy mégis az lesz a magyar labdarúgó válogatott. Ugye zajlik az Európa-bajnokság, és hát eldőlt az, hogy bármennyire is szerette volna egy ország, hogy valahogyan az utolsó utáni pillanatban mégiscsak tovább jussanak a csoportkörből az egyenes kieséses szakaszba, ez végül nem jött össze, úgy alakult az összes eredmény a harmadik játéknapon, hogy nem jött össze a továbbjutás, nem volt szerencséje ebből a szempontból a válogatottnak. Ez a fajta labdázás, ez téged mennyire fog meg, vagy mi mindent látsz anyukaként, nőként a labdarúgó Európa-bajnokságból? Hát ez nem tudom, egyébként nyilván ilyen kulturális beágyazottságban persze, hogy hagyományosan a férfiak a szurkolók, de én egy kicsit messzebbre visszamennék. Én Móron nőttem fel, és ugye Mór Székesfehérvártól, a Videóton székhelyétől kb. 24 kilométerre található.
És amikor én voltam kamasz, akkor a Videotonnak a fő szurkolói csoportja az nagy kivételként az országban nem skinheadekből, hanem pánkokból állt. És hogy az én baráti körömben sok volt a kapcsolódás ehhez, tehát én még jártam is kividi meccsekre. De engem a labdarúgás, mint olyan nem különösebben érdekel sportként, úgyhogy én ilyen kultúrantropológiai szempontból jártam ki. Szurkolói rigmusok, rendőridegesítések, minden, ami belefér ebbe a szubkultúrába. Tehát, hogy én inkább arra voltam kíváncsi, ugye, hogy miről szól ez az egész szurkolói kultúra, meg hogy mi az, ami ennyire megfogja benne az embereket. És sikerült-e bármit így leszűrni ebből a dologból, vagy megfigyelni? Hát figyelj, egyébként annyi, hogy csapathoz tartozás. Tehát, hogy egy nagyon erős kötelék tud ez is lenni, hogy kinek szurkol az ember. Uh-huh. Hát én szerintem az embereknek van egy alapvető igényük, hogy tartozzanak csoportokhoz, tehát hogy legyen egy bandájuk. És akkor ez is lehet egy ilyen kohéziós erő, de egyébként nagyon mókás rigmusokat találnak ki. Tehát én nekem a szurkolói csoportokban ez a fő érdeklődési köröm. Most sem követtem olyan szorosan a labdarúgó Európa-bajnokságot, mint az emberek nagyobb része szerintem, de nekem ami feltűnt például az volt, hogy ismét alkalmat találtak magyarok hogy arra, hogy egymásnak menjenek, azon a témán, hogy miközben a labdarúgó válogatottan vitatkozunk, hogy tovább fog-e jutni, vagy nem, más sportágokban milyen rettenetesen jó eredményeket szereztek, amiről meg nem beszél senki, mondta a magyarok egy része, a magyarok másik része meg, aki többet foglalkozik a labdarúgással, azok meg nyilván azt mondták, hogy de hát kit érdekelnek, amikor foci EB van. Igen, így konkrétan a kajakkenúról, úszásról, vívásról lehetett szó, hiszen a Belgrádban az úszó Európa bajnokságon is halomra nyerték az érmeket a miénk, olyannyira, hogy ebből a Pádár Nikolett, a Szue versenyzője is alaposan kivette a részét, akinek innen is szeretettel gratulálunk, hogy felnőtt világversenyen gyakorlatilag még, hát nem azt mondom, hogy kiskamaszként, mert azért ez már túlzás vele kapcsolatosan ilyet mondani, de tehát, hogy ilyen eredményeket ért el gyakorlatilag azokban a váltóversenyekben, csapatversenyekben, ahol ő rajtkőre állt, ott garantált volt az érem. Aztán ugye volt szintén itt a Matyéren a kajakkenu versenyek, ahol tényleg megint az éremtáblázat tetején volt Magyarország, és fényévekkel követte őket minden egyéb ország. És aztán ugye meg volt most a Vívó Európa bajnokság is, ahol férfi kard csapat a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron vezetésével megint megnyerte a versenyt. Tehát igen, vannak olyan sportágak, amik nem feltétlenül látványsportágak. Az emberek jelentős része jó esetben olimpiákon nézi egy kicsit, mert akkor ugye mindent megnézünk olimpiailag, de egyébként fogalmunk nincsen róla, miközben azok a versenyzők adott esetben legalább annyit edzenek, küzdenek, hajtanak, mint azok a labdarúgók, akik most nem jutottak tovább. Hát jó, ennek szerintem van egy olyan oka is, hogy focizni mindenki focizott gyerekkorában. Tehát a sportágok legtöbbjéhez kell valami komolyabb segédeszköz, mondjuk egy vívótör, kard, egy úszómedence, stb. Míg a foci, hát elég, ha kijelölsz két helyet kapunak, van egy rongyos labdád, az gyerünk. Igen, ez biztos, hogy ebből a szempontból is. Szóval, hogy igazad van, na ezt akartam kinyitni, csak egy kicsit hosszabban, meg bonyolultabban. De igen, ez abszolút így van. Ennek ellenére hogy mondjam, tehát hogy mondhat, hogy a magyarok egyik fele azt mondta, hogy ez van, és akkor a magyarok másik fele meg arról azt mondta, hogy ne szóljál be, meg egyébként se értesz hozzá. Körülbelül igen. Tehát, hogy igazából itt megint valahol a belgának kéne lenni ebben a kérdéskörben, ugyanis igen, tehát amit mondtál, a labdarúgás az
az így tényleg egy olyan sport lett, amihez így biztos, hogy mindenkinek volt köze, és itt most nem elsősorban tényleg a 10 millió szövetségi kapitány országáról beszélünk, hanem amint mondtál, hogy ahhoz, hogy focizni kezdjen az ember, ahhoz tényleg nem kell túl sok minden, aztán van, aki, hogy mondjam, tovább tud fejlődni, mert tényleg tehetséges, és a többi, mások meg nem. De hát igen, tehát... De a játék emléke az mindenkinek megvan. Így van. És kicsit azért érezhetik valószínűleg úgy, hogy tényleg mindenki, hogy 10 millió focibíró országa. Igen, tehát, és hogy... egy kicsit, hogy mondjam, egy kocsmában is a focihoz könnyebb szakérteni, mint adott esetben mondjuk a víváshoz, hogy meglátni azt, hogy most éppen ott valaki közbeszúrt, és tényleg az adta a túst, aki adta. Szóval, tehát... Hát a két kocsma sport az a foci elemzés, meg a sakkozás, mert hát sakkozni ugye lehet kocsmába is. Igen, jellemzően. Így van. Csak ott egy kicsit, hogy mondjam, tényleg szükség van az agyra is, ami meg, hogyha a fő célokat teljesítjük egy kocsmában, már hogy a leittasodást, akkor egy kicsit úgy nehezebben. Nem, figyelj, egyébként én szerintem egy kocsma az nem feltétlenül csak arra jó, hogy leittasodjon az ember, az egy társadalmi eszmecserének a helyszíne. Ez világos, csak valahogy ez a társadalmi eszmecsere, ez így egyre inkább kikopik. Előfordul, hogy italozásba fullad a történet, de például nekem van törzskocsmám, és én sem azért járok oda, hogy leígyem magam a sárga földig, hanem beszélgetni. És ott például szoktak sakkozni is, meg más társas játékokat is játszani, ami készjátékok jellemzően. Tehát, hogy nem olyan ördögtől való ez, de egyébként az meg külön vicces lehet, hogy mennyire játszik más, hogy valaki, amikor mondjuk már megivott, mit tudom én, 4 pohár bort, mint amikor józanul áll neki. De ezt te meg tudtad ott figyelni? Mostanában nem, nekem erről még kamaszkoromból vannak emlékeim, meg az egyik kedvenc sakkdiadalom is egy ilyen kocsmai jelenethez kötődik, amikor egy régi cimborám, akivel máig jóba vagyunk, közölte, hát akkor még ilyen kis, mit tudom, 10 pár évesek voltunk, és ilyen kis hímsoviniszta korszakát élte, és mondta, hogy hát, ha őt egy nő megveri sakba, akkor ő lássa magát a kocsma sarkába. Hát le volt csempézve nyilván a kocsma alja. Gyorsan mondtam, hogy hát akkor gyerünk. Kétszer kikapott, aztán kérdeztem a pultost, hogy van esetleg ásó, meg nem baj, hogyha lesz egy gödör a kocsma sarkában, mindegy, végül nem ásta el magát nyilván, de nekem ez egy nagyon kellemes, vicces emlék azóta is. Na tessék. Jól van. Hát, hogyha már emlékek, akkor egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy ez is a főműsorszám, amikor köhögök, úgyhogy... Nem tudtam, hogy ezt így lehet, mert az előbb én is majdnem köhögtem. Nyugodtan köhögjél, és a többi, ez így szerves része a műsornak. De látod, én dohányzom, te nem, és te köhögsz, látod? De, hogy mondjam, a köhögés meg a dohányzás között nem feltétlenül van összefüggés. Ugye? Nyilván a dohányzás előtt ugye segít el a köhögés, de nem csak akkor köhög az ember, hogyha dohányzik. Nem, amúgy tényleg ez egy rettenetesen egészségtelen szokás, senki ne dohányozzon. Ennyi. Fogadjátok meg, gyerekek. Jócos dohányzik, és ennek ellenére ezt mondja. Ezt mondom, van úgyhogy... két gyerekem, valamit kell mondani nekik is. Így van. No, szóval, hogy... De mit akartam egyébként? Hát... Ja, tudom, azt akartam, hogy egy kicsit beszéljünk arról is, hogy Szeged közgyűlése a pénteki testületi ülésén sok egyéb napirendi pont mellett arról is szavazott, hogy Szeged két főrabiának, Livboltnak meg Lőve Mánuelnek emlékművet állítanak a róluk elnevezett tereken és az ott kialakítandó parkban. Te hallasz engem rendesen? Mert most így én hallok. Akkor jó. Néha én egy kicsit tehát mintha elhalkulnék, de akkor lehet, hogy csak már nem bírok rendesen beszélni. Szóval a lényeg az, hogy Szeged két rabbiának emléket állít a közgyűlés.
Te ott az Attila utca környékén mikor szembesültél azzal, hogy az ott valójában két kis tér, és ott van ilyen park, és hogy ott ilyen tök jó dolgokat is lehetne adott esetben csinálni? Hát én azt nézegetem már évek óta amúgy, hogy milyen jó kis árnyas fák vannak ott, tehát ilyen szép tölgyfák megnőttek, meg olyan kis barátságos terület. Hát igazából szerintem azért nem csinált még ott senki semmit körülbelül eddig, mert nagyon-nagyon közel van a Mars tér, és egyszerűen nincs ilyen, nincs a köztudatban, mint ilyen rekreációs lehetőség, hogy ott van valami. De én régóta nézegetem, hogy érdemes lenne. Meg hát két olyan embert tisztelnek ott meg ezzel, aki nagyon megérdemli. Igen, ez teljesen egyértelmű, tehát a Löw Lipót meg Löw Emánuelnek a munkássága az nem csak... hogy mondjam, szegedi viszonylatban megsüvegelendő, és nem csak, tehát gyakorlatilag az egész ország tényleg fejet hajthat, ismert, tisztelt személyiségei, nem csak tényleg a szegedi zsidó hitközségnek, meg egyáltalán nem csak a zsidóságnak, hanem tehát illik tudni a nevüket, mert tényleg nem egyszerűen csak vallási vezetők voltak, nyilván az a munkásságuk is megkérdőjelezhetetlen, és idézőjelbe téve, ha csak annyit csináltak volna, már azért is bőven megérdemelnék azt, hogy méltó módon emlékezzen rájuk és a munkásságukra a város, de hát ezen túl is, hogy mondjam, kettőtől fontos dolgot azért ők csináltak annak idején, és leraktak az asztalra. Arra. Úgyhogy most eldöntötte a közgyűlés azt, hogy ebben az Attila utcának a két oldalán, ebben a két kis teresedésben, amit ugye első körben Löw Lipót meg Löw Emánuel térnek elneveztek, és ott, hogy mondjam, egy kicsit így rendet rak az önkormányzat gyakorlatilag, tehát tényleg az arról lesz ott szó ezen a kis téren, hogy minél szebb, otthonosabb legyen, tehát gondozottak legyenek ott a növények, és egy csomó minden egyéb dolog is szépen nézzen ki. Erre a két térre készül egy-egy emlékmű, amit Székó Gábor szobrászművész alkot meg, és Szeged így ezzel is emléket állít ennek a két nagyszerű embernek, ennek a két fő rabbinak. Úgyhogy ez tényleg egy abszolút pozitív is, és tök jó dolog. Hát meg ez két dologra is jó lesz. Egyrészt ugye az, hogy két olyan embernek állítanak emléket, akiről lehet, hogy a mai szegediek egy jó része már nem igazán tud semmit. Így van. Tehát, hogyha csak páran néznek annak utána, hogy ők mit tettek itt le az asztalra, mit tettek a közösségért, és tényleg nem csak vallási vezetőként, akkor már megérte egyrészt, másrészt meg a Mars tér az ugye például egy ilyen nyári kánikulai napokon gyakorlatilag pokol tud lenni, és minél több zöld terület van a környékén, amit ki tudnak az emberek esetlegesen használni pihenésre, vagy egy kis feltöltődésre, szerintem annál jobb. Tehát ez kétszer egy szempontból is jó ötlet volt. Így van, meg hogyha már egy a Mars térről van szó, hát a Mars térhez gyakorlatilag ott van az oldalában a Rókusi templom, aminek a kertjébe csak sikerült egy Horthy emlékművet is oda csempészni. Ízlésesen a holokauszt 80. emlékévében. Így van, tehát hogy már csak ezért is... hogy mondjam, az a minimum, hogy ha már ezt a bravúr csak sikerült megcsinálni, így van teljes... Nagyon nagy volt a csend. Használjuk ezt a szót, hogy sútyiba fölállítani, akkor pláne megérdemlik. Hát igen, akkor a két főrabbi igenis kapjon helyet a közelben, így van. Úgyhogy... Hát ugye annak idején a Délvidékháznál akarták ezt a bizonyos domborművet, mert hogy az ott egy állami terület, és akkor ott arra a területre ugye nem terjedhetett ki az a közgyűlési, hogy mondjam, tiltás, ami ugye arról szólt, ezt most így hirtelen nem is tudom megmondani, hogy Botka László polgármester mikor mondta azt, hogy
hogy amíg ő polgármester lesz, addig biztos, hogy nem lesz Hortinak semmilyen emlékműve a városban. Tehát annak idején ezt ezzel akarták ugye kicselezni, hogy azon a bizonyos állami területen akarták megcsinálni ezt a domborművet. Akkor ott ebből végül mindenki kihátrált, de ez a kihátrálás... Hát mert lett belőle cirkusz, ugye nyilvánosságra került. Ez, ami mostani, ez, én nem emlékszem, hogy különösebben sokat hallottunk volna arról, hogy itt az egyházi területen bármit is avatni fognak. Igen, tehát, hogy mondjam, rájöttek arra, hogy ha ezt így csendben megcsinálják, akkor sikerül. Akkor nem fog hőbörögni senki, aki esetleg úgy gondolja, észre, hogy nem kellett volna aláírni a zsidó törvényeket. Így van. Úgyhogy... Hát, hogy mondjam, megtörtént ez is Szegeden, és hát lett egy ilyen domborműve a Horthy Miklósnak, úgyhogy... Hát úszóház eddig is volt, most ez egy igen, domborműve tehát is. Ezzel így együtt kell érni akkor most már a városban. Nem azt mondom, hogy ez a... Vagy hát miért nem mondanám, tehát gyakorlatilag a 12. kerületi turulszoborhoz hasonlatos ez a dolog. Hát ez van, ez lett sajnos. Nekem az a szomorú egyébként még ebben a történetben, hogy ez így kicsit nekem szimbolizálja azt, hogy a magyar népnek valamiért, vagy egy jó részének van egy ilyen a mi vezérünk tévedhetetlen fétise. És hogy például Horthy, tehát hogy ez szerintem a múltnak a feldolgozását rohadtul megnehezíti, hogyha kinézel magadnak valakit, akivel te szimpatizálsz, és onnantól kezdve ennek hibátlannak kell lennie. Tehát, hogyha más kritikát fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, akkor azt azonnal le kell valamivel verni, igen, és nem szabad vele foglalkozni. Igen, ez az objektivitás elvesztése, igen, és az azonnali, hogy mondjam, ilyen megvakulás... Ez így sajnos jellemző. Basszus, most jövök rá így az 50. percben, hogy nem hoztunk vizet, azért is költjük így hülyére magunkat. Igen, elfelejtettük. De ez most már így fog lezajlani. Most már ezt az adást ezt így csináljuk végig. Ezzel szimbolizáljuk a nézők, hallgatók számára a kiszáradó homokhátságot, vagy valami. Na amire használjuk már fel. Viszont Péter, hogyha esetleg meglocsolsz minket az utolsó utáj pillanatban, akkor nem tiltakozunk ez ellen. De talán most már ezt így kibírjuk az adásnak ezt a hátralévő részét. Amit még így említsünk meg és beszéljünk meg, az az, hogy elkezdődtek a nyári táboroztatások szerte az országban, és hát ugye Szegednek van egy saját tábor a Balaton partján, ahol idén is 700 gyerek fog összesen nyaralni több turnusban. Most Balaton Kenesén. Így van, most indult el az első turnus, és akkor megkapjuk a vizet. Nagyon szépen köszönjük. És nem látszódik, de egy kicsit látszódott Péter keze. Mutasd meg rendesen a kezedet, Péter. Itt ez Péter keze volt. Köszönjük szépen, parancsolj! Oké, akkor a rózsagyúrizás után, tehát ott tartottunk, hogy elindult ez a bizonyos nyári táboroztatás, és hogy akkor 700 gyerek nyaral a Balatonon. Mennyire nehéz elrakni, idézőjelbetéve elrakni a gyerekeket így nyaranta? Nagyon. Tehát ez mekkora ilyen, hogy mondjam, logisztikai és egyéb dolgot? Tehát a lányaid most éppen mit csinálnak, hogy te itt vagy? Most a nagymamájukkal vannak, mert nekik van akkora szerencséjük van, hogy van is helyben nagymama, és nyugdíjas is a nagymama. És akkor ő szokott rájuk vigyázni, amikor az apjuk vagy én dolgozunk, vagy mind a ketten dolgozunk jellemzően. Hát aztán van, amikor nem tud, olyankor ugye megpróbál az ember home office-t kérni, mert ha éppen szerkeszt, azt meg lehet oldani. És hát nálunk az is szokott lenni, hogy akkor elmennek a szüleimhez egy időre, akkor is, amikor én még nem vagyok szabadságon, akkor az apjukkal is nyaralni mennek, nagymamájukkal is nyaralni mennek, tehát azért szokott lenni. Tavaly egy hónapig nem voltak Szegeden, mert ide-oda jártak a nyaralásból nyaralásba. Aha. És ezek a különböző nyári táborok, ezek így
Mekkora, hogy mondjam, ez így béne hangzik, hogy nagy segítség a családon. Szóval, hogy mekkora megoldást jelentenek, illetve így tudjuk, hogy minden egyre csak drágul és drágul, de beruházás az időről időre egy-egy családnak. Tehát ezt mennyire engedheti meg magának az átlag szegedi szülő, hogy akár csak egy hétre is azt mondja, hogy akkor oké, akkor befizetem a gyerekeket. Hát attól függ, hány gyereke van például. Mert 30 ezer alatt szerintem nem nagyon van tábor, sőt már az is így erősen jó árasított. Tehát ez a kenesei tábor, ez tényleg nagy segítség. Így táboroztatni gyerekeket, hogy csak a kajárást kell kifizetni. Tehát ezért nyilván nem ez a jellemző. Egyébként nálunk nem szoktak tolongani az ilyen befizetős nyári táborokért, tehát általában inkább megoldjuk máshogy. Mm-hmm. Meg hát ugye az én családom is olyan helyen lakik, hogy az maga nyaralás oda elmenni. Tehát nagyon jó kiránduló helyek vannak. Nagyon szép, meg elérhető a Balaton, a Velencei tó, Vértes, Bakony. Tehát ott igazából ilyen egynapos nyaralásokat szoktunk úgy tolni, hogy még mindemellett alapból is nyaralunk, mert ott vagyunk az ország másik végén. De amúgy nagyon jó táborokat találnak ki, az Agórában is azt néztem, csak hát ugye az nálunk két gyerekkel már kb. Majdnem 100 000 forint lenne. Szóval, hogy ez így... Persze biztos össze lehetne rárakni, de hogyha meg tudjuk oldani másképp, akkor másképp oldjuk meg, de nagyon sokan meg nem tudják másképp megoldani, mert nincsen például nagyszülő a környéken. Igen, tehát ez vagy beteg, így... vagy még dolgozik, vagy külföldön él, vagy az ország másik végén él. Szóval nekik meg nem nagyon van más választásuk, meg ugye nem mindenkinek olyan a munkája se, hogy home office-ból meg tudja oldani. Tehát valaki mondjuk eladó, vagy akármi, tehát nem, hogy home office-ozzon. Világos. Jól van. No, hát megbeszéltünk minden szerinted, amit meg akartunk? Vagy van-e még valami olyan téma, amire így nem tértünk ki, de így most így gyorsan az adás végén elmondanád? De azt hiszem, nem nyomja semmi a lelkemet. Hát jó, akkor ennyi volt már a Szeged Podcast. Vizet is kaptunk. Nagyon szépen köszönjük, Péter, még egyszer. Tehát ez a fajta gondoskodás is nagyon jól esik nekünk. Úgyhogy tényleg nagyon köszönjük mindenkinek, aki itt volt velünk és végignézte az adást. És hát akkor egy hét múlva folytatjuk. Köszönjük akkor mindenkinek még egyszer, hogy itt voltak velünk, voltak. Évan, én csókolom, nézem minket a jövő héten is, és akkor... És mindenkinek boldog nyarat, és menjenek fürdeni alaposra. Így van, vagy a sárgán napozzanak. Igen, mert ott fürdeni, tilos. Igen, ennek ellenére tele van a Tisza, de hát... Na. Jó, hát régebben a naposan is tilos volt, és mégis tele volt, többek között velem is, tehát nem tagadom én ezt le. Jó van. A lényeg az, hogy bárhova is mennek fürdeni, nyaralni, strandolni, vigyázzanak magukra, és figyeljenek oda egymásra is. Így van, ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, ne menjenek a déli órákban napra, kenjék be magukat napteljel, stb. Nagyon jó. Napszemüveg. Aki nem tud úszni, ne menjen mély vízbe. Így van. És az esernyő akkor se hülyeség, hogyha nem esik az eső, mert kiválóan lehet vele árnyékolni. Igen, viszont hogyha vihar közeledik, akkor meg az esernyővel együtt pucolni nagyon gyorsan el a parttól. Bizony. Hát pár éve Csongrádon volt egy ilyen eset, hogy na, két ember nem csapott. Igazából ennyi, nem emlékszem a körülményeire teljesen pontosan. Jött a vihar, nem voltak a köröstorokban, mindenki ugye cuccolt el a partról, mert hát nem szerettek volna viharba lemaradni, és valami lemaradt, azt hiszem, amiért visszamentek. És két, ha jól emlékszem, akkor két nő volt, és kórházba is kerültek, tehát hogy valószínűleg nem is volt olyan egyszerű az eset. De aztán nem tudom az utóéletét a történetnek, csak akkor én egy életre megjegyeztem, meg ezt a gyerekeimmel tartom is, mert mi sokat járunk le a laposra, hogyha ha csak simán esik, akkor lehet fürdeni, hát miért ne, úgyis vizes az ember, de hogyha az van, hogy égdörgés, villámlás, stb., akkor pucolás, akkor nem maradunk lenn. Na, ennek szellemébe stranduljanak akkor minél többet tényleg a laposon vagy a sárgán. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Tartsák meg jó szokásukat, tényleg nézzenek minket máskor is. Józsa, nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál. Hát köszi a lehetőséget, mert szerintem tavaly is ez volt, hogy amikor a Gedzó útjaira indult, így egy-két alkalommal akkor ugrottam be én.
Jó van, majd így akkor besűrítjük ezeket a dolgokat, majd én is elmegyek, és akkor vele leszel. Na, szóval leszek én még akkor ilyenek. Köszönjük még egyszer, köszönöm akkor még egyszer, hogy itt voltál. A nézőinknek, hallgatóinknak is köszönjük, hogy itt voltak velünk megint. Évan, én még egyszer csókolom a kezét, és akkor amit így mindenkinek a műsor végén szoktam kívánni, hosszú és eredményes életet. Most megpróbálom eltalálni azt a gombot, amit ilyenkor mindig meg szokott nyomni a Gedzó. Remélem, hogy sikerül, talán ez az. Nem. De te most folyamatosan ezt nyomod meg. Na, ez kell. Hello, sziasztok!